Sziasztok! Én Sisa Hunter vagyok. A mai videóban bemutatom nektek az alpakát. És akkor itt is volnék az alpaka kerámiának a bemutatásával. Ugye, ő az alpaka Sirok, és ő az alpaka Illuminati. Nos, az Illuminatinak a magassága az 10 cm, az átmérője 6,5 cm, és maga a kerámiának amennyit fogyaszt, az 13 és 15 g között teszik. Tehát egy tökéletes krámja annak, aki mondjuk így kisebb pipázásra vágyik, és fóliázna, vagy esetleg rácsolozna is. Hasonlóan eszik, mint a Huka Johnnak a 80 FT 80, igen, az a fajta krámjája, vagy a 80 FT simán. Tehát így hasonló maga a krámja, de egy kicsit magasabb. Ugye, ami feltűnhet, az a maga a kerámiának a kialakítása. Ugye ez egy fenel kerámia, ami 100%-osan kézzel készült. Az Illuminatival ugye nemrég találkoztatok az egyik videómban, az Aladdin to Go videómban, mivel ugye akkor vettem ezt a kerámiát a President Vizipipa webáruházban, őt meg tudjátok vásárolni. Ugye, miért is Illuminati ez a kerámia? Tehát ugye nem csak a nevét találták el, hanem ugye a kialakítást is, így ilyen kicsit ilyen háromszög alapban van. Tehát hogyha most egy kicsit így odarakom így a Sirokot, akkor látni, hogy ez ilyen Illuminatis formában, azaz ilyen háromszög formában van kialakítva. Ugye magáról a kerámiáról annyit tudni az, hogy ugye mászból készült, ólómentes mászból készült, ugye agyagból, nagyon jó minőségű agyagból készült. Az alpakának a legnagyobb ilyen, hogy is mondjam, különlegessége az a kerámiának a színe, mert ugye egyfajta típusból van, vagy 10-20 darab minimum, és nagyon szépen vannak megcsinálva a színek, és nagyon jól meg is vannak tervezve, és 100%-osan kézzel vannak készítve magák az alpakák. Ugye, akkor az Illuminatit azt így úgymond így letudtuk. Tényleg őt egy ilyen fólia plusz ráccsal nagyon tudom ajánlani. Na most beszéljünk magáról a Sirokról, ami Zomo limitált kiadású kerámia. Ugye ez a melyik fajta típus is, a Daisy, az a neve magának a színnek. Ugye az alpaka társult egyet a Zomóval, ami viszonylag eléggé jó nevet is csinált mindkettő cég számára. Ugye az elején a Sirokot nem lehetett kapni, csak is Zomó limitált kiadásba, viszont sokan mondták, hogy mennyire fasza lett ez a kerámia, mivel ez Lotus 1-en működik, és ugyanúgy 13 és 15 g dohány teszik, úgy nagyjából. Ő fóliával, fóliaráccsal, Lotus 1-jel tökéletesen működik, Lotus 2 a perem miatt nem működik rá. Szóval Lotus 2-t nem ajánlatos rávenni. Ugye a kerámia, ez a Sirok, ez baromi sok formában megtalálható, baromi sok úgymond színben megtalálható, és nem csak a limitált kiadású Zomós dolgot lehet belőle megvenni, vagy típus belőle megvenni, hanem így simán csak az alpaka logósat is. Ugye a kerámia maga, a szín az így ugyanúgy így tök jól ki van keverve, mint az Illuminatinál. Igazából a máz az nehezen reped meg, nagyon jól meg van csinálva rajta a máz, én maximálisan tudom ajánlani. És akkor igazából nem is húznám tovább a szót, nézzünk meg egy tömést magában a Sirokban. A Sirokban egy Aquamenta, egy aquapert fogok most kipróbálni. És akkor itt is van az alpaka Zomo limitált kiadású kerámiája.
És akkor nézzük is meg, milyen használat közben és hogyan is produkál az alpaka. Érkezem is. És akkor itt is volnék magával használat közben, milyen is az alpaka. Ezt én nektek mutatom be, hogy ugye a sirokról van most itt szó. Ott van az Illuminati is, amit bemutattam, úgymond használt közben, hogy milyen is az Aladdin cugóban. Ugye, mit is használunk a sirokkal? Körülbelül egy-két perc van rajta a szén. Egy kalód lótusz egy szénkonzollal fogjuk használni, amit a President Visipipovel báróházban meg tudtok vásárolni, de mindent leírok a leírásban, hogy mit, hol és mit, hol lehet kapni. Na. Ugye 3 darab kokoszollal fogom használni magát a terméket, illetve későbbiekben le fogjuk venni ezt a harmadikat is, ez ilyen beindításképpen. Egy DSH Nice Light nevezetű vízipipát fogok alkalmazni, és egy Sisha Candy Color Green-t fogok használni a vízben. És akkor nézzük is, milyen maga az alpaka. Két perc van rajtam. Igen, ez az alpaka. Kalód Lotus 1-jel. Sokan magának az omó oldalán is ki van írva, hogy az omó alumínium fóliás fóliával jobb használni. Én ebbe tudnék belekötni, működik a Lotus 1-jel. Tény, hogy hamarabb odaéghet a 3 darab szén miatt, de ha tudjátok szabályozni jól a hőt, akkor az időben se fog veszíteni maga a kerámia. Nézzük is meg, hogy a kerámia hogyan is hozza ki magának a dohánynak az ízét. Ugye az alpaka kerámia nagyon jól kihozza, nagyon intenzívé teszi magát az íz. Az aquamanta általában nem annyira erős, mármint ízvilágban sem, erősségre sem, de még mindig benne van a számban az íze, tehát az alpaka nagyon intenzívé, nagyon, hát egy kvaszárhoz képest most nem intenzívebb, de nagyon hajaz rá, hogy úgy kihozza az ízeket. Ugye maga a máza az tökéletes, nem ereszt át, mikor áprilisban kaptam, szóval április óta semmi áteresztés nincs magával a kerámiával. Egy-két helyen, amikor mondjuk véletlen forróra hideg vizet engedtem, egy-két helyen megrepett a máz. De ez ugye, ez egy ilyen baki volt, ez ugye előfordul, de a kerámia magával így nincs baj. Milyen hamar indul be? 2 perc alatt beindul maga a kerámia, tehát csak ajánlani tudom, nagyon gyorsan beindul, nagyon könnyű tisztítani, és körülbelül kitisztítottátok, eltakarítottad, rakott bele a következő ízt, tökéletes lesz utána ugyanúgy a kerámia. Annyi ezt azért Lotus 1-el kicsit több bajlódás. A Lotus 1 éppen hogy ráfekszik, ez látható is. Azért is van körülötte ez a rács, hogy nehogy leessen, mert azért egy ilyen kisebb ilyen löketet rádobok, ez lepotyog. Igazából füstileg nagyon komolyattól, tehát a kolos tud még egy ilyet, a japona az így betegszik vele, de szerintem az alpakot lenyomja. Igazából tényleg csak így ennyit tudok mondani, hogy tökéletes kerámia. Én nagyon tudom ajánlani az alpakát.
Egyesült Államokból van, Kaliforniából. Nem tudok rosszat mondani róla, ami így negatívum lenne. Top 5 kerámiánban biztos benne van, sőt még lehet, hogy a top 3-ban is. Tényleg nagyon jó kihozza az ízt. Nagyon jó füst felhőket lehet vele úgymond gyártani. És nagyon könnyű úgymond a kerámiát takarítani. Milyen maga a kerámiának az erőssége? Ugye azt hisz, hogy most lepocoljátok és akkor már így töredezik. Nos, az alpaka azért eléggé masszív anyagból készül, tehát egy ilyen kocolástól vagy valamitől nem lesz baja. Ugye, ha mondjuk egy innen leesne, azért ott már lehet, hogy leválna egy része, de ez ugye a legtöbb kerámiánál előfordul. Hurcolásra egy dobozba belerakjátok, ami ugye mondjuk egy japonás doboz, vagy egy oblakos doboz, belerakjátok, semmi baj nem lesz. Tényleg így masszív anyag, jó anyagból készült, és lehet hurcolászni is. Igazából ennyi lett volna az alpakáról a bemutatóm. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, ha ezt nem tettétek meg. Én Sisa Hunter voltam, sziasztok!